János a modellezésben találta meg az új életét teljessé tevő hobbit. Gyakorlatilag tényleg itt kezdődött minden. Itt azt lehet mondani, itt fertőződtem meg ezzel a sporttal, így a balesetem után, ahogy felépültem, és rengeteget jártam ki ide modellezni. Ugye megláttam a srácokat, hogy itt vannak kint a pályán, és akkor én is kijöttem egy kicsikét, rájuk néztem, hogy hogy van ez, mint van ez, egyáltalán, hogy hogy működik ez a versenypálya, hogy működik ez az egyesület, és pár nap vacillálás után én is belekezdtem ebbe a modellezésbe, mert szükségem volt valamire. Összeismerkedtem a Gibala Ferivel, a Rosinski Norbival, aki az autós szakosztálynak a vezetője, és hát gyakorlatilag ő általuk szerelmesedtem bele ebbe a dologba. Sérült keze gyakorlatilag nem működő csuklója miatt egy különleges irányító konzolra és a többiekétől teljesen eltérő vezetési stílusra volt szüksége. Ezzel a távirányítóval irányítom az autót. Hát erre is kellett egy kis idő, mire az ember a kezem miatt megtaláltuk azt a márkát, azt a típust, hogy én ezt normálisan meg tudjam fogni, mert a kormánykeréke kicsit szögbe áll, be lehet állítani, és ezért a kezemmel könnyebben tudom, ugye jobban rá tudom tenni a kezemet, és ezáltal könnyebben tudom irányítani, mert ugye a csuklóm az ugye nem működik úgy rendesen, ezért így alkalból mozgatom a távirányítómat, és hát nekem ez nagy segítség volt, mert eleinte nem is akartam tudni körbe találni a versenypályán. Amikor már jobban ment, elkezdett versenyekre járni. Ugye a magyar bajnokságban folyamatosan van évente 5-6 verseny, és közben eljárunk télen is, nyáron is 1-10-es modellautókkal, elektromos modellautóval a Kelet-kupára, vagy ahova az időnk engedi, még eljárunk autózni. Na hát kell a gyakorlás, főleg télen, mikor ugye nem autózunk ezekkel a nagy autókkal, akkor így télen eljárunk 1-10-es modellversenyekre, és hát az én kategóriámban, a 21,5 sportban azért sikerült már jó eredményeket elérni. Az idei, vagy a tavalyi télen egy összetett második helyet sikerült elérnem. Persze milyen az ember, mindig többre vágyik. Belevágtak a nagy kalandba, és elindultak Gibala Ferivel a franciaországi világkupán. Egy hatalmas nagy lehetőségünk volt most, hogy Franciaországban voltunk kint Hanvecbe ezen az Európa kupán, amit a franciák rendeztek meg, és a gyártó is ott volt. Ez egy hatalmas nagy élmény volt ezen az Európa kupán részt venni. Egy hatodik helyen sikerült hazajönnöm, ez nekem olyan, mint ami nyertem volna. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy azokkal az emberekkel, akik ott versenyeztek, teljesen meghatódtam, akikkel ott versenyeztem, azok, úristen, nagyon mentek. Úgyhogy egy élmény volt maga az utazás is, meg maga a verseny is. És ez hatalmas nagy segítség volt a feleségemnek is, hogy gyakorlatilag támogatott engemet ebbe a dologba, és örült neki annak, hogy megtaláltam a helyemet. Mert a mai világban nagyon sokan feladják az esélyüket arra, hogy tovább menjenek. Hát én szerintem egy jó példa vagyok arra, hogy sose szabad feladni, mindig taposni kell és menni kell előre, menni kell tovább. Csodálattal hallgattuk Jánost. Az akaratát, az eltökéltségét, a minden problémát legyűrni tudását. Azt gondoljuk, sokunknak szolgálhat példaként, amikor kisebb sérelmek okán is hajlamosak vagyunk siránkozni és sajnálni magunkat.